A tánccsoport az közel 8 éve alakult, egy olyan 8 hónapja szervezték újjá ez egészet, ez a Merinai Fiatalok Ifjúsági Klub néven kezdtek táncolgatni, és így alakult át, hogy Merinán hagyománya volt a szerb táncnak, és így újították ezt fel, és azt el kell mondanunk, ha tetszik, ha nem. A Merinán, ha magyar táncot erőtettük volna, hagyományai nem voltak, nem tudtunk volna érvényesülni vele, és ezért a gyerekek egyértelműen ez irányba lettek irányítva, és tetszik nekik, nagyon örülnek, hogy ilyen szerb táncot, tehát egy hagyományos táncot táncolhatnak. Azt tudni kell, hogy a kis csoportban sajnos egy szerb kisgyerek nincs, a nagy csoportnál ott kettő van, aki szerb nemzetiségű, a többi az mind magyar nemzetiségű gyerekek, de ez is mutatja az együttélésnek az előnyeit, és hogy jó a két nemzetiség között az összhang Merinán. Hallottunk itt már a tánccsoportról sok mindent, mégis egy magyar településen hogyan kap helyet ez a kultúra, hogyan jött az ötlet? Úgy, hogy ez nemzetiségi község Medina, elég jelentős létszámban laknak szerbek Medinán, és úgy gondoltuk, hogy teret engedünk a kisebbségnek. Erre alapozva szerveztük újra a szerb tánccsoportot, ami már tulajdonképpen 8 éve működött, de most új színekben ismét tündököl. Megkérdezném a hölgyet, illetve az urat, hogy a rajtuk látható viseletben mi az, ami az ő kezük munkája. Talán a hölgyhöz fordulnék először. Hát az én szoknyámat és kötényemet anyukám varta ki. A blues ujján is. Tehát inkább családban maradt. Igen, ugye? Inkább anyu az. És nem tudom, hogy az úr mennyire ragadt tűtész cérnát, vagy éppen fonalat. Hát én csak az övem erejéig, ugyanis azt csináltam saját kezdőleg, a többi az mind Szabó segítségével készült. Ez számodra egyébként fontos volt, hogy a saját tövedet te készítsed el? Igen, nem is engedtem senki másnak, hogy hozzányúljon, ezt csak én csináltam, és így büszkes vagyok rá. A többieknek ugyanilyen színű, ugyanilyen típusú, és mi vagy összekeveritek? Nem adjuk egymás kezébe, ez ahogy elcsomagoljuk, úgy veszük elő, és senki nem nyúlhat a másikéhoz, nem kevet, mert vannak eltérések az egyéni változatokból adódóan.